Néhány héttel ezelőtt Juhász Judit járt nálunk a Luka TV stúdiójában, amikor meggratuláltuk, hiszen már több évtizede az UTE szakosztályát, torna szakosztályát vezeti, vezetőedző és mindenes, és ő a Judit néni. Akkor megbeszéltünk egy randevút, hogy kijövünk a szakosztályhoz, és megnézzük az apróságokat és a nagyobbakat, hogy így nyáron hogyan dolgoznak. Mit mondjak? Gratuláció, hogy ennyi gyerek a szünetben, itt bent a teremben, pedig akár lehetnének strandon is és mindenhol. Hogy tudtátok ezt elérni, Judit, hogy ennyi gyerek itt legyen benne a teremben? Nagyon szépen köszönöm, hogy kijöttetek hozzánk. Ki kell javítsalak, mert nem Judit vagyok, hanem Jutka néni. Jutka néni. Ennyi belefér úgy, nekem. Igen, úgy értük el ezt, hogy a gyerekek nagyon-nagyon szeretnek itt lenni. Kialakítottunk egy olyan családias hangulatot, ahol minden gyerek megtalálja a saját szintjének megfelelő lehetőséget. Ezek a kislányok, kisfiúk, akiket most itt látsz, ők versenytornászok. Tehát őnek egy komoly céljaik vannak, nyilván nekünk felelősséget kell vállalni a szülők felé, hogy ez a sok befektetett energia meg fog térülni. Tudjátok, hogy a tornasport az egy nagyon nehéz sportág egyrészt, másrészt pedig nagyon munkaigényes, és hosszú az az idő, amíg a gyerek eljut oda, hogy sikerélménye van. Na most mi minden nap igyekszünk a gyerekeknek apró sikerélményeket adni, most például kitaláltam egy ilyen nyomdásrendszert, és a gyerekek maguk határozhatták meg, hogy melyik szín mit jelent, hogy kiváló, fantasztikus, ezt a lilára, képzeld el, Gábor, a lilára mondták a gyerekek, a lila nyomdára, hogy az legyen a fantasztikus. Hát nem csoda, hiszen Újpesten vagyunk, hát milyen szín lenne Újpesten a fantasztikus, hogyha nem a lila. Majd beszélünk mindjárt még a gyerekekről, de azért azt el kell mondanom, hogy ugye néhányszor már voltam itt a tornacsarnokban állatok, itt óriási változásokat látok, pozitív változást. Mit mondjak? Nagyon szép a terem. Befejeződött a teremnek a felújítása, már csak egy rész van hátra, a túloldalon látható kopolit üvegeket kellene kicserélni, mert ezek most már balesetveszélyesek, ugyanis törnek. Gondolom, hogy az Egyesület meg a Tornaszövetség majd közösen összefogva erre is fog sort keríteni, hogy ez befejeződjön. Minden lehetőség megvan itt a tornacsarnokban. Nagyon sokat segített az UTE Sport Egyesülete, és olyan kisegítő szereket vásároltunk, illetve szereztünk be, amik megkönnyítik a gyerekeknek a munkáját. Tehát nem munka a gyerekek számára a tornával való felkészülés, hanem inkább egy kicsit játék. Tudod, az embernek az jut az eszébe, hogy végre olyan körülmények között lehetnek a gyerekek, a versenyzők, ahová a szülő is úgy gondolja, hogy hú, erre a szép helyre én is nagyon szívesen jönnék. Hát hosszú idő telt el, ameddig ezt el lehetett mondani, mert tudjuk, hogy korábban némi kívánnivalót hagyott a tornacsarnoknak az állapota. Most, ha ez rendben lesz, akkor már nincs mese, akkor a munka és a munka következhet, ugye? Igen, én azt gondolom, hogy ez olyan körülmény a gyerekek számára és a szülőknek is megfelelő. Ezt lehet látni akkor, amikor bemutató órákat tartunk. Ugye a szülő elámul, hogy ugyan már milyen csoda szerek vannak itt, és tisztaságban ez nagyon-nagyon fontos. Ez a megrend. Megrend. Ebben segítségemre vannak a kollégák is, és most már a gyerekek is. Tehát mindenki tudja, hogy hol van a helye. Tudja azt, hogy a parkettán nem húzkáljuk a szereket, vigyázzunk a szőnyegekre, mindent visszarakunk a helyére. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert a torna az egy olyan sportág, ami egyrészt precizitást, pontosságot igényel, másrészt pedig szépséget. Tehát, hogyha a környezetünk nem szép, akkor nem tudunk szépen tornázni. Itt megvan minden hozzá. Megvannak a gyerekek is, hál' Istennek, és azt tudjuk jól, hogy a te kezed alatt pallérozódnak a fiatalok, természetesen az edző kollégák segítségével, de azért azt most számok következnek. Hány gyerek van? Hány tagból áll a szakosztály? Tudom, ez nehéz kérdés. Hát pontosan nem tudnám megmondani, de 200 fölött van. 200 igen. Gyerek. És körülbelül azok, akik versenyeznek is, azok egy olyan 80-100 körüli. Hány segítőd van, edzők? Jelen pillanatban, ezt
nem tudom már pontosan megmondani, szerintem 6 fő foglalkozású edző van, és mellékfoglalkozásban is segítik a munkánkat egy páron, szerintem még 6-an, de ehhez hozzá kell tennem, hogy amikor én 30 éve idejöttem az újpesti Dózsába, akkor még, akkor itt 16 fő foglalkozású férfi edző volt, és 12 fő foglalkozású női edző. Tehát ez a szám azért nem olyan sok. Ezt én megértem, hogy ugye annak idején ennyi volt, és most azt mondod, hogy de szép volt az, amikor ennyi kollega segíthetett, de fordítjuk meg ezt. Most viszont már egyre többen jönnének, jól gondolom, hogy itt dolgozhassanak Újpesten, mert hiszen olyan körülmények vannak, ahova jó eljönni, vagy rosszul érzem én ezt? Az a baj, hogy nagyon kevés fiatal vállalja a torna edzőséget. Tehát nem akarnak edzősködni. Amikor elkezdenek edzősködni, akkor azt gondolják, hogy ez csak egy munka. Ez nem munka. Ez ennél sokkal több, ez egy hivatás, a gyerekért felelsz, és minden gyerekért felelsz. Azért is felelsz, aki csak szórakozni jár ide, hogy jól szórakozzon, azért is felelsz, aki a napjait rááldozza, a nyarait rááldozza, a hétvégeit rááldozza, hogy igenis kapjon valamit. És azt mondják a fiatal edzők, hogy ez milyen borzalmasan nehéz. Tudod, említettem a múltkor, amikor benn voltam nálatok, hogy annak idején, amikor följöttünk Budapestre, teljesen mindegy volt, hogy Békéscsabán, Veszprémben, Tatabányán dolgozik az ember, reggel fél 8-tól este 7-ig benn voltunk. Ma a fiatal edzők azt gondolják, hogy ez 3 órás állás, és akkor kézbe fejeztük. Nincs. Nagyon várnánk edzőket. Jó körülmények közé kerülnek, nagyon jó gyerekanyagot tudunk biztosítani, és szeptembertől egy nagyon komoly szervezésbe, nem is szeptembertől, augusztus végétől egy nagyon komoly szervezésbe szeretnék kezdeni, mert azt szeretném, hogyha olyan gyerekek kerülnének bele a tornasportba, akik erre alkalmasak. Tehát megtalálni a tehetségeket. Nem azt, hogy aki beesik ide, abból kiválasztani, hogy melyik a legjobb, hanem keresni a jó gyerekeket. Akkor ez lehet a reklám helye, és én is elmondom, hogy kedves fiatal edző kollégák, tessék szépen körülnézni itt a Szilágyi úton, az UTE tornacsarnokába, és ha valaki úgy gondolja, nyugodtan jöhet ide Jutka nénihez, mert jó kezekbe kerül, és nem akármilyen munkát végezhet itt. Jöjjünk vissza a szakosztályba. Itt most azt mondtad az előbb, hogy már versenyzők tréningezgetnek. Hát azért itt én látok ilyen apróságokat is, akik, csak nem azt mondod, hogy ezek a picikék is már indulnak versenyen, a 6-7 évesek. Dehogy nem. A Tornaszövetség átvette azt a versenyrendszert, amit annak idején még az FTC, a Dunafair és az UTE alakított ki, amikor ugye ezeknek a szakosztályoknak nem jutott anyagi támogatás, kénytelenek voltunk valamilyen módon megfogni a kicsi gyerekeket, és ugye más sportág, nem, hát a torna más szakágaiba, illetve a tornához kapcsolódó aerobik, fitkid, nem tudom, sorolhatnám a lehetőségeket, ott a gyerekek elmennek, és 2 hónap múlva már versenyeznek. Na most mi nem tudtunk ezzel ugye szembeszállni, igen. Tehát ki kellett találnunk valamit, és akkor kitaláltunk egy ilyen egész egyszerű kis zsebibaba versenyrendszert, ami nagyon egyszerű gyakorlatokból áll, de mégis a gyerek meg tudta mutatni rögtön magát. És erre kell készülni, így van, ugye? Így van. És most már ezt a Tornaszövetség is átvette ezt a versenyrendszert, és hát most már eljutottunk odáig itt az UTE torna szakosztálynál, hogy az nem mindenki számára adott, hogy elindulhat ezen a versenyen. Tehát ahhoz valamit teljesíteni kell. Ez egy Judit, nagyon jó dolog. Ha belekérdezhetek, ugye most a versenyzőkről beszéltünk, de mondtad, hogy a szakosztály több, tehát 100-as nagyságrendű. Honnan van ennyi gyerek? Honnan merítetek? Hát nézd, Gábor, 28 éve, nem, 30 éve volt először, amikor elkezdtünk kijárni az óvodákba szeptemberbe, kiválasztani. Ezt azóta is tartjuk, és az internet világa nagyon sokat segít. Tulajdonképpen most jelen pillanatban a honlapunk nem annyira napra kész, de a honlap megtalálható, tehát hogyha valaki beüti azt, hogy torna és UTE, vagy torna lehetőségek Újpesten, akkor egyből minket dob ki az internet, és ugye nagyon sok gyerek már a mai világban
teljesen természetesen mozog az internet világába, és nagyon sokan jönnek úgy, hogy ismerettség által, nagyon sokan jönnek úgy, hogy megnézik a honlapot, ránéznek, azt mondják, hogy igen, ez jó. Ugye mindig mondom, hogy a kisebbek, tehát a 3-4 éveseknek a szülei hívjanak föl személyesen, akkor el tudom mondani, minden kérdésükre tudok válaszolni, és ha eljönnek ide, akkor igyekszünk mindenkinek megtalálni a helyét. Erre nagyon jó példa, hogy 11-13-14 éves gyerekek saját maguk jelentkeznek, hogy tornázni szeretnének. Versenyzőket neveltek, de vannak olyanok, akik a mozgás szépségéért jönnek ide be, az UTE tornacsarnokába jönnek ide be hozzátok. Hogyan fér össze, most én zárójelben mondom, az amatőr bukfencelő a profi tornásszal? Hát jelen pillanatban úgy, hogy külön vannak a délutános időpontban, tehát amikor iskolai időszak van, akkor a délutános időpontban jönnek azok, akik versenyszerűen tornáznak, mert azért ehhez nyugalom kell. És 5 órától este 7 óráig, én szeretném, ha majd egy kicsit később tovább is lehetne ezt tartani, ezeket a foglalkozásokat, akkor jönnek az előkészítősök, és azok, akik tulajdonképpen az egészség megőrzése, a torna szeretete miatt járnak ide, heti 2 alkalom, egy órába, nagyon-nagyon jó. Ezt egy volt tanítványom, a gumiasztalos Juhász Zsolt csinálja ezeket a foglalkozásokat. Nagyon megszerették a gyerekek ezeket a foglalkozásokat. Szeptemberben például 2 csoportja volt, amiben 35-40-en jártak. És innen akár lehet meríteni is belőlük, nem? Hát, vagy onnan annyira nem? Onnan már nem. Az nagyon szomorú, amikor jön egy gyerek 13 évesen, vagy 10-11-12-13 évesen, és azt mondja, hogy kiválasztottak az óvodába. Tehát én azt gondolom, hogy aki kap egy olyan tájékoztatót, hogy megfelelőnek találtuk arra, hogy kipróbálja azt a sportágat, az akkor jöjjön, amikor kap ezt a tájékoztatót, nagyon-nagyon fontos, mert ezt azért el kell kezdeni olyan legkésőbb olyan 6 éves korba. Természetesen kivételek vannak. Örülök, hogy ezt mondod, mert itt ezzel legalább tiszta vizet öntöttünk a pohárba, hogy lehet, hogy tehetséges egy gyerek, de hogyha a tehetséget nem fogják meg az adott pillanatban, akkor a tehetség megmarad, de versenyző soha nem lesz. Nyár van, a gyerekek akár nyaralhatnának és lubickolhatnának a Balatonba vagy bárhol máshol, de ide bejönnek a terembe. Mire készültök, ugye, mert most itt a versenyzőcskék vannak a háttérben. Én nagyon boldog vagyok, mert az első fél évben hatalmas tetteket vittünk véghez. A serdülő csapatunk megnyerte a csapatbajnokság első 2 fordulóját. Egyéniben a Szilágyi Niki első lett, a Nerhofanet negyedik lett, és a többi versenyzőnk is megfelelő helyen végzett. A gyerek haladó kategóriába ott második volt a csapatunk, és a zsebibaba versenyeken is csodálatosan szerepeltek a gyerekek. És az a legjobb, hogy most vissza tudunk utalni arra, hogy is voltál, kaptál érmet? Nem, mert csak negyedik lettél. Na nem baj, akkor most harcoljunk azért, hogy fölálljunk a dobogóra, és nagyon motiválja a gyerekeket. Természetesen nagyon figyelünk arra is, hogy így a nyári időszakban legyen játék is az edzés munkában. Például tegnap a serdülő csapatnak a tagjai, azok a Kölyök Parkban voltak délután. Az elmúlt héten állatkertben, tehát mindig szervezünk hetente egyszer egy olyan programot, ami tényleg kikapcsolja ezeket a gyerekeket, mert higgyék el, a kedves nézők, hogy ezek a gyerekek nagyon komoly munkát végeznek. Azt látom én is, hogy komoly munkát végeznek, és ezért is mondom azt, hogy veletek találkozunk ugyanitt nem egy év múlva, hanem néhány hónap múlva is, hogy látsuk azt, hogy hogyan lettek felkészítve a gyerekek, hol tartanak, és a versenyeken milyen eredményeket értek el. Judit, sok sikert, kitartást kívánok nektek, sérülésmentes munkát, és még egyszer gratulálok az elmúlt 30 évhez. Nagyon szépen köszönjük, és még egy dolog lenne, amit szeretnék elmondani, hogy nagyon szeretném visszahozni a kollégáimmal együtt az UTE kupáknak
versenyrendszerét. Ezek nagy nemzetközi versenyek voltak, és nagyon szívesen várunk olyan támogatókat, akik segítenének abban, hogy ezt a nagy múltú versenyrendszert, amit 10 éven keresztül csináltuk, vissza tudjuk állítani, mert most már olyan feltételeink vannak, és olyan gyerekanyagunk van, hogy büszkén merném kilépni a szintérre.